téma, amit a KGO-ban mi belünk ezzel ezek a mozgásvizsgálatokat. Most itt nézzük először a GPS-szalagú mozgásvizsgálatokat. Egy ábrát mutattam, hogy 91-től mérjük 23 pontban a hazai tektonikai mozgásokat. Hát ugye itt van ez a 23 pont a térképe. De nem csak Magyarország területén, hanem van egy közép-európai kezdeményezés, és ahol Közép-Európában ugye 94 óta mennek kampányjellegű mérések, sőt most már ugye ott tartunk, ott fog tartani, remélem, de nekem lesz majd szerepem, hogy ezek a GPS aktív állomások, ami Magyarországon is van a 35 darab, ezek is ugye hosszú éveken keresztül folyamatosan üzelnek, és meg lehet határozni az elmozdulásokat. Ezt most európai szinten ezt integráljuk, az összes ilyen, összes nemzeti felmenes állomás hálózatnak az adatait, akkor egy a kontinens lefedő mozgás térképet lehet összehozni. Ez nagyon érdekes lesz meg tektonikai szempontból, nem éppen Magyarországon, de nyilvánvalóan van itt a mediterrán térségben, ahol komolyabb mozgások van, amit látszik, és itt a egy ilyen rácsainterpolált eredmények alapján lehet látni, hogy máshol centiméteres nagyságban főállózódások vannak ugye Olaszországban, mi Magyarországban lesz a csökkenés milliméter nagyságban alakul ki. Tehát a GPS erre is alkalmas, mint ugye említettem, hogy tektonikai mozgásokat hosszú távú mérésekből meg tudjuk határozni. Erre ugye pont a KGO-ban egy pontjelet dolgoztunk ki, ami ugye rejtett pontjelet, ez volt ugye a szerencség, hogy egy rejtett pontjelet dolgoztunk, mert ez nyilván mindenki tudja a mai szélesvédőítésnek az aktivitását, tehát bármi, ami látszik, és netán egy kicsit rezesnek látszik, azt nem lehet ott hagyni, tehát azt kell a pályák a népek. Ezek viszont olyan rejtett pontjelet, amit nem találnak meg olyan egyszerűen, és ez volt a szerencség tulajdonképpen az, hogy ez 22 éves történetek megtudtak érni ezt a pontot, hogy akkor egy sem semmisült. Egy semmisült meg az a bizonyos szállítási történet volt, de az nem is ilyen mozgás, hogy is lehet, pont volt, hanem egy átalakított vízszintes pont jár. Tehát ez alapján meg lehet tartani kontinentális szinten, de akár lokális mozgásvizsgálatokat is lehet csinálni GPS-szel, ilyet csinálhatunk meg megbízás alapján, például a Vislontai vízszinti fejtésben, ahol tudják, hogy a vízkivétel miatt meglehetős komoly süllyedés emelkedés is néha tapasztalható. Tehát a GPS minden szinten alkalmas arra, hogy felszínmozgásokat ki tudjuk felmutatni. Tehát itt már nem centiméterekről beszélünk, hanem az is éve hosszú távon ismételt mérések alapján milliméterek határozhatók meg. És szintén másik technika, amit a még mozgásvizsgálat, ez a műholdra létezett ferrometria, amely tulajdonképpen egy kicsit ez is egyfajta melléktermék, ahogy nézzük, hiszen működnek távérzékelési célra a felbocsátott műholdak, amelyek radarjeleket bocsátanak, és a radarjelek segítségével lehet ugye időjárás függetlenül a felszínről információkat gyűjteni, a nedvességtartalomtól kezdve a tényleges domborzat meghatározhatóságáig. De azért a hosszú távon ismételt mérések alapján viszont ezeket eltávoljuk, és egy bizonyos interferometria eljárással vesszük, tehát ezeket a felfogásodok az adott pontra vonatkozó, vagy területre vonatkozóan integráljuk, akkor találhatók olyan felszíni pontok, épületek vagy bármi, amelyek koherens módon mindig ugyanis szórják vissza a radarjelet. És hiába ennek a hullámhoz egész más, de a fázismérések, ismételt fázismérések alapján szintén évekről van szó természetesen, meg lehet határozni a felszíni pontnak a magasság elmozdulását. Első körben természetesen a műhold irányú elmozdulásokat lehet meghatározni, hogyha ugye van felszálló vagy beszálló irányú, a két irányú mérésekből, ténylegesen az adott pontjának a magasság változását. És ez lehet, hogy nem tökéletes volt a magyarázat, most fogadjuk el ezt. Jó, de ne jönjünk bele. Tehát az ismételt radarmérésekből meg lehet határozni úgynevezett nevezett szórópontokat, felszíni szórópontoknak a magasság változását. Tehát nem az abszolút koordinátáját, csak azt, hogy ez a pont két időint, az adott intervallumon belül mennyit mozdult el. Ezt hihetetlen pontosságban
lehetővé, akár néhány tized milliméter per éves magasságváltásokat lehet így meghatározni. Erre van megvan nekünk egy szakértők, aki most éppen Amerikában tartózkodik, és ott gyűjtja, szívja magában a tudást a generációval, a kollégám. És az a kék, az a tizedik kerületben, az a kőbánya. Kőbány, de mozog, én ott lakom, és ott lakom. Én nem laknék ott. Ez egy jó kérdés. Ezt tessék, csak tájékozom. Na most, jó, pedig most fog kérek ide. Eddig nem éreztem semmit. Budapestre vonatkozó műholdalános mozgástörténet, ez szerint 2005-ig, 2002-2005-ig meghatározott mozgások, ami ugye nagy részt az öldalszintű jött nyugi van, tehát semmi probléma nincsen, viszont ez a kőbányi részét szerintem meg kell is tapasztalni, a sűrűs csinálni meg kell is. És ez most nem is tudom, tehát azt jelenti, hogy az kell, hogy az itt milliméter vagy az alatti nem lehet csinálni. Nem tudom mekkora. Centiméter per éves. Nincs az, nincs az annyi. De mindegy, szóval jó, néhány milliméter, jó, maradjuk ez egyik a komolyos szövetet. Nincs vagy taskál, de és ez ugye azon, ez megint az politikai és gazdasági történet. Most én szabad is fogalmazni. Régen a magyarok itták a kőben is, nem szerették kőben, volt a svölgyi, a nagy jut a víz kivétel. És ez egy, most nem tudom, hogy a kőben egyébként. Hát ez nem magyar, tehát itt tulajdonképpen ez mindig összefügg azzal, hogyha komoly víz kivétel, tehát a felszín alatti vizeket kivesztük, akkor az a felszínnek a süllyedésével jár. Ez például Kaliforniában az olyan szint, hogy valahogy 5-6 méter besült a felszínen elmúlt, nem tudom, 100 év alatt. És hogyha ez a vízkivétel csökken, akkor az azt jelenti, hogy a természet visszafoglalja az eredeti helyét, tehát az a víz visszáramlik, és egy kicsit emelni fel a szint. Hát a sövegye, nem tudom, nincs majd... Nem szintem, hogy most már csak vízzel csinálják, tehát nem saját kodból csinálják a sövegyet. Tehát nincs vízkivétel, és akkor ez azt jelenti, hogy a felszín kezd visszaemelkedni a közel az eredeti színhez. Ez ugyanez azért van, de téve ez a másik elve, ez meg Debrecen. Debrecen mindenki azt mondta, hogy Debrecen milyen szörnyű süllyedés van, pont a felszín vízkivétel miatt. És pont ez a szintezés végesekben, ami a 70-es évek, tehát egyszer szinteztek valamikor a 70-es évekből, utána szinteztek a újabb időszakban, és két mérési epoka között sok centiméteres magasságjelentőt is találtak. De ott is a hasonló helyzet, tehát megszűnt a vízkivétel, és akkor nincs felszínsődés Debrecenben. Azt, hogy a 70-es években volt, itt megint az ipari termelés csökkent sajnos össze. Tehát ez azt jelenti, hogy csökken az ipari termelés, hogy csökken a vízkivétel, vagy más forrásokból szerezik be a vizet, ugye ott is annak azért a keleti, mely nem tudom, a főcsatornából is érkezik víz, tehát ez így kimutatható. Tehát ez elmúlt, hogy tudom, a 90-es években gyakorlatilag Debrecen már nem süllyed. Ez kétségtelenül, hogy 70-80-as években volt süllyedés, most már nincs. És hogyan lehet ebből kicsit tudományt csinálni ebből az egész történetből? Tehát mivel a radarnak megvan az óriási mondjuk azt, hogy hátránya, hogy szántóföldön nincsenek szórópontok, tehát az épületekhez meg speciális képződmények erről, hogy belőlük csak vissza koherens módon radarhullám, ezért lehet építeni ilyen szórópontokat, ami tulajdonképpen egy kettévágott látogatni a kettévágott kocka nagyjából, és ott be kell állítani a műhold, radar műhold érkezés irányába, és akkor ezt biztosítja, ez egyfajta, mint a geodézia volt régen a pontjára, most a műholdas technológiára ez a pontjára. Vagy a kerület, amíg mi nem tudunk meg, addig meg tudunk nézni egy ilyen pontját. És ebből, ez csak azért, hogy nagyjából egy radar felvétel ekkor területet fedi le, tehát hogyha az egész országon hozzon, megcsinálnak egy ilyen műholdas mozgás történetet, mozgás felmérést, mint amit más országok megcsináltak, ennek lehetne geodézia alkalmazása is. Tehát az, hogy mivel eddig magasságváltást alapvetően ismételt szintezésekből tudtak csak mérni, tehát nagyobb pont felvontással, ezt most lehetne akár ilyen műholdas technológiával is, aminek viszont komoly jelentőségek a geodéziával, mivel nincsen manapság pénz arra, hogy bár semmire is ügyel, de hogy a szintezési hálózatot újra mérik, arra biztos
sem nincs pénz. Tehát itt be lehetne vetni a műholdadalmas technológiát is. Oké. Okay. Hát ebben már rendben jövendik rá a VR-ből kötött. Még a Roland-ról hozzátenném, hogy azt lehet, hogy azt a jelenlevet is látták egy pár év, amikor a volontári a gátszakadás után igen, a kollégák, aki ezeket a munkákat csinálja, ő ezt ki tudta számolni a régebbi műholdfelvételek, mert azonos műholdalatokból megkérte az előbb a ügyintettségtől, és ki tudta számolni, hogy 10 éven át ez gyakorlatilag állandó sebességgel az a gát, ahol átszakadt, az a sarka, az a szétnyílt. És ennek a mértéke ez akkora volt, hogy ezt, hogyha azt mérték volna hagyományos földi technikákkal rendszeresen, akkor ezt láthatták volna. Ilyen és alkalmazott technikai, hogy akár utólag is egy ilyen stabilitás vizsgálatot, illetve bárminek meg lehet mérni a stabilitását, hogyha lenne erre kapacitás és valaki ezeket a radarképeket kifizetni, akkor ezeket a vizsgálatokat meg lehet csinálni. Igen, ez fontos mérföldkő volt a Kárgyi utca tekintetében, mert ez pont olyan érzékeny téma volt, ami akkor ugye előtérben volt, és rögtön szegény Gyula rácigálták őt a különféle médiák. Voltunk együtt a parlamenti vizsgálóbizottság előtt, és úgyhogy nem volt ennyi egyértelműen azért egy pozitív, minden tekintetében pozitív. Ezért nem tudok ki, amit lesz. Hát maga Gyula se szeret ezzel valamilyen módoknál fogva büszkélkedni, mert egy kicsit érdekében érintette ez a dolog. De valóban, tehát hogyha lehetne csinálni, lenne egy ilyen országos felmérést, mindenről tudnánk azt, hogy mi hogy mozog, akkor, de az érdekesség az egésznek, hogy akkor nagyon érdekelte mindenkit a kommentári eredmény, de utána arra már nem vették a fáradtságot bármilyen szinten is, hogy akkor egy adjanak nekünk támogatást arra vonatkozóan, hogy ezt a munkát végezhessük, tehát akár ez a szoftver, ugye nekünk nincs meg az a szoftverünk, ezt külső segítségekkel kellett elvégezni, tehát a szoftvertársasunk is téma foglalkozunk, tehát ezt az háttérinformációnak hozzá kell tenni. Ilyen. Tehát ezt mi tudnánk, hogy mi tudjuk és javasoljuk, hogy mit kell tenni, de erre sajnos nincs meg a fogadókészség. Ott hivatalban mérik, de nem ilyen, azt felszínű, ez a geodézi technikákkal mérik, de lehetne, mivel is lehet egyértelműen, hiszen azért az egy olyan épület rendszer, ami kell, hogy lehet adni a szórakontot, de hát is van ennek a megrendelés, mi meg is csinálnak. De majd talán még később megmondjuk. Jó, hát ez az utolsó téma, amit fel akarok kidobni, de nem is tudom, most egy kicsit úgy szégyellős vagyok, hogy itt van a Sanyi, az igazi szakértő ennek. Szerintem lent majd De lehet, hogy majd lesz egy poszter. Igen, sokat előtt elmondom. Jó, tehát a VRBR-ről akkor már itt a Sanyi beszél. Ja, így van. Tehát részemről szerintem akkor ennyi volt, jó? Nem tudom, kicsit, nem is kicsit tovább tartott, mint szerettem volna, de voltak érdekes kérdések, tehát azt nyilván nem lehet megkerülni, hogy... Inkább visz mondom. Inkább visz mondom? Mert fel tudom akkor venni. Csak nincs meg hozzá egy fel képi háttérre. Én akkor szívesen átadom a Sanyinak a telepet, jó, hogy is egy kicsit leülnénk. Jó, hát ez nem a fő csapás irányaikat. Az intézet, vagy az obszervatórium munkájának. Itt tulajdonképpen egy olyan technikáról van szó, ami eredetileg rádiócsillagászati célra készült, és azon alapul, hogy egymástól akár nagyon távol levő rádióteleszkópokkal megfigyeljenek távoli égi objektumokat, mondjuk ilyen kvazárokat, amelyek távoli galaxisoknak a magjai, és annyit kell érdemes róla tudni, hogy ezek nagyon kis szögkiterjedések, kicsikék és nagyon nagy teljesítménnyel sugároznak rádióban. Ezért egyfajta ilyen bizonyítási pontként tekinthetők az égen, olyasmi, mint a geodétáknak a kövek, amiket leásnak a földre. Standard gyertyának ki. Hát az megint más. Már? Az más, mert a standard gyertya azt jelenti, hogy az egy adott fényességű objektum, aminek ugye ha tudjuk, hogy milyen távol van. Egyáltalán tudjuk, hogy milyen látszófényesség, amikor ki tudjuk belőle sarkozni, hogy milyen távol van, és akkor ez. De ez nem az, hát itt csak a helyzet az érdekes. És ugye ez, tehát a csillagászokat
Persze ezek az objektumok érdekük, és ezek a földi antennahálózatokkal nagy felbontással tudják ezeket figyelni. Viszont hamar rájöttek, hogy ez a geodéziában is használható. Tudnék, ezekből a mérésekből nagyon pontosan meg lehet állapítani, hogy milyen távol vannak egymástól ezek az antennák. Ez az összekötő vonalat, hogy hívják, hogy bázisvonal vagy alapvonal. Ezeknek az alapvonalaknak akár interkontinentális, tehát az egész földön kiterjedő hálózatát pontosan le lehet mérni. Sőt, ami itt föl is van téve, hogy ez a technika ez odáig fajult, hogy már nem csak földi rádiótávcsöveket használnak, hanem mesterséges oldalra is lehet ilyen rádiótávcsövet tenni. Tehát még nagyobb bázisvonalakat is el lehet érni, mint a föld átmérője akár. És hát ezt a csillagászok azért csinálják, hogy még nagyobb felbontással tudjanak képeket alkotni ezekről a égi testekről. És hát ennek is lehetnek geodéziai jelentőség, lehet geodéziai alkalmazása, és ennek az elvét azt itt nálunk dolgozták ki annak idején, itt az obszervatóriumban a kollégák. Szerintem ennyi volt volna. Van még egy kép talán. Van még olyan, bocsánat. Tehát ezek a, tehát ilyesmiket, tehát így néznek ki ezzel a VLB hálózattal, nagyon hosszú bázisvonalú interferometriás hálózattal, így néznek ki ezek néhány ilyen kvazár két példa, nem régi publikációink volt. Ezek a legtávolabbi ismertek közé tartoznak, amelyekből akkor indult a sugárzás, amikor a világegyetem mostani korának mondjuk a néhány százaléka meg megfelelő korban volt. Tehát most látjuk ezeket a átlagos sugarakat. Jó, akkor szerintem... Vissza tudod tekerni azt a 6 hektáros, ahol a Penci obszervatórium? A legelejére, amikor a légi felvétel? Ahol a tetőn be vannak jelölve. Mit szeretünk volna egy a VLB antennát itt az országban? Most nem fogom megállni, hogy... Ott volt, láttam. Nem fogom megállni, hogy nem mutassam meg az ilyet. Na ez az. Igen. Annak a piros vonalnak mi a jelentőség? Ennek a alapvonalnak? Hát itt ennek ez egy jól meghatározott távolság, a végén vannak pillérek, majd talán ki fog menni, látjuk. Ezek itt távmérő műszereket lehet például kalibrálni, ilyen jellegű. Tehát hosszúság ilyet alatt. Igen, olyan, mint a méter úgy, csak egy kicsit hosszabb. Tehát azoknak a műszereknek, amiket a geodéták használnak távolságmérésre, azoknak a kalibrációra alkalmazott. És amit idefelé a tanár úr mondott, az a betongulla, az hol lenne? A betongulla az errefelé van, kicsit így. Ott az ablak tájékán, a földszinten. Mert a kiállítót előbb meg tudjuk nézni, ki a boltban van. Van egy rálátása. A kiállító helyiségben meg lehet nézni. Nem beszélünk erről. Csak azt hittem, hogy az benne van, a 6 hektár. Az nincs. Nem tartozik a területet. Most hát nem... És a kupolák már is léteznek? Kupolák léteznek, de belül... Ezek a házak, tehát ezek a fehér. Ja, hogy abban voltak? Igen, ebben voltak. Tehát ez igazából nem is kupola ez. A csillagászok értelme, a kupola az egy görb, és van egy rés. És ugye a csillagászoknak megvan az a kellemes eset, hogy ahogy a föld forog, és elég csak ezt a részt ugye arra az óragéppel egy bizonyos sebességgel mozgatni. Most a műholdok ugyanúgy teszik meg ezt a szívességet, azok sokkal gyorsabban haladnak át az égen. Úgyhogy ezek a kupolák, ezek olyanok voltak, hogy egy ilyen két sínen gyakorlatilag szét kell húzni a tetejét, és akkor az egész szék voltak el, hogy látni. Tehát akkor még beveszítjük kupolámat, annak így mondani vesztétek. De nem voltak, ez vannak. Hát vannak, csak ugye nem, tehát kihúzni nem mernék őket, mert az országban be vannak egy rozsdásod, hogy visszatolni, vagy nem biztos, hogy megújjuk őket. Vagyis kelegen van ezt kell visszatolni. És hát alatta meg nincsenek már tárcsolat. Még, hogyha már ezt a rádiótávcsöves kérdést kaptam, akkor nem állom meg, hogy mutassam meg ezt a... Nem akarom az egész bemutatót megmutatni, csak aztán, hogy itt van nekem ez a
Van nekem elő egy részletesebb bemutatlan, és ugye elvileg lehetne ide egy rádiótárcsövet is csinálni, ezt én csak így oldottam meg, de az is igaz, hogy sőt, hát a helyet azt, annak idején nagyjából így is határozott, hogy állapították meg, hogy hova költözel az obszervatórium, hogy, hogy akár lehetne is egy rádiótárcső, és már igazából csak a legvégét akarom megmutatni, és egy pár évvel ezelőtt volt nekünk egy Sopron diplomatervező építész hölgy, akinek mi a külső konzulensei voltunk, és ő megtervezett egy rádiótárcsöveket, sőt, ugye kettőt is, ha már nem legyen kövér, és erre vannak nekem, igen, itt van a Puerto Rico itt letipált. A látványterv. Itt a vételet, amit láttunk, ugye itt jön befelé az út, itt fordult meg a busz, és akkor az egyik tárcső ezzel a védő kupolával, ez lett volna itt a kert végében, a másik pedig a mostani észlelőházak helyén, és igazából, igen, ezen látszik a telisztál is. A diplomatervező hölgy az annyira lelkes volt, feladta az volt, hogy körbe kérdezte az itt dolgozó stábot, hogy mire van a szükség, és hát fölmerült a kérdezetek, hogy húsz a medence, teniszpálya. És akkor a teniszpálya az megtetszett neki, úgyhogy egy ilyen teniszpálya azért be van tervezve, plusz egy konferencia központ, ugye valamit ugye építeni is kellett neki papíron. Egy konferencia központot tervezett. Egyébként ez nagyon praktikus van egy ilyen konferencia központ, csak hát ugye ez még mind pénzbe kerül. Igen, és ez pedig a jelenlegi épületnek a tetején lett volna egy ilyen üveg kalicka, az operátor szó lett volna ez a tárcsövekhez, és itt a háttérben látszik a konferencia központ, ott pedig a kert végében a hátjó tárcső. Tehát inkább azt mondanám, hogy ha valaki tud arról, hogy lehet pénzt szerezni, akkor szóljon nekünk, mert a terveink azok készen.